Megjelent a Karavánszeráj című játék, ami a Private Moon Studio második játéka. A debütáló kövé után most arab országokba megyünk cserélni, és így lovászfiúként a lehető legnagyobb vagyonra szert tenni. Lássuk, mit tud a Karavánszeráj. Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Zoli vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. A Karavánszeráj nem kifejezetten egy bonyolult társasjáték, a következőkben nagy vonalakban szeretném ismertetni a játék alapszabályait. Lássuk is! Így néz ki a Karavánszeráj című társasjáték, hogyha két játékosra készítettem elő. Fontos hangsúlyoznom, hogy nem szeretnék minden egyes apróbb szabályra kitérni, és a játék terminológiáját, szakkifejezéseit is lazán fogom kezelni. De lássuk is, mi a célja a játékosoknak. A játék előkészületei során minden játékos a saját színében egy jelölőt a vagyon sávra tesz, és a játékosok ezt a jelölőt próbálják meg a lehető legmesszebb juttatni, a legnagyobb vagyonra szert tenni a játékvilágában, és amelyik játékos 32 dirhemet begyűjtött, 32-es vagyonra szert tesz, ő kiváltja a játék végét, mindegyik másik játékosnak van még egy utolsó köre, de ezután kezdődik a játék végi pontszámítás. A játékos a saját színében kap egy játékos táblát, amin a pénzt jelöli, valamint az alkatrészeket, a különféle erőforrásokat tárolja. Mindegyik játékosnak a színében van továbbá egy lovászfiú figurája, aki a mozgását végzi a játékos körében. A játékos két akciót hajthat végre, de minden akció előtt ezzel a lovászfiúval mozdulnia kell. A játékos dönthet, hogy vagy 1-2-3-at mozdul egy oldalszomszédos mezőre, és utána vagy végrehajtja a hatását, vagy nem, vagy pedig dobókockával dob, viszont akkor a dobókockának az eredményét kell elfogadnia, és maximum annyit mozoghat, amennyit dobott a kockával. A játékos a mozgását követően meglátogathat egy standot, ahol valamilyen árut vehet, ebből akárhányat, ameddig a pénztárcája bírja a játékosnak, ezeknek az ára kerülhet 1 dirhembe, 2 dirhembe vagy 3 dirhembe, és ezt rögtön a saját játékos táblájára kell tennie. Ezen kívül meglátogathat a játékos karavánlapkát, ahol a nyíl fölötti részt kell befizetni a játékosnak, és a nyíl alatt látható részét teheti a saját játékos táblájára. Ezután ez a karavánlapka fordul egyet, és amint a játékosok ezt háromszor használták, kicseréljük egy azonos betűjelűre rögtön az egyes számhoz, hogy a játékosok ezt is háromszor használhassák. A játéknak érdekes része, hogy a játékos felvehet hitelt a megfelelő hitelmezőn. A játékosnak van egy hitelkerete, amit szerződések teljesítésével tud majd bővíteni. Ekkor, hogyha esetleg kifogyott volna a pénzből, akkor ő eldönti, hogy hány hitelt szeretne felvenni, és már is gazdagabb lesz, amit a későbbiekben erőforrásokra költhet el. De a játék messze legfontosabb mezői azok a megbízás mezők. Amikor egy játékos egy megbízás mellé lép, akkor befizetheti a rajta látható árukat, megkapja rögtön az adott győzelmi pontot, de előtte végig kell mennie 6 nagyon fontos lépésen. Ezek a lépések először is, hogyha neki van hitele, vissza kell fizetnie, eldönti, hogy szeretne pénzt kapni, és ami így maradt ebből, abból léphet le a győzelmi pont sávon, felszabadít rögtön egy adósságkorongot, és esetleg vagy különleges képességhez, vagy pedig játékvégi pontozóhoz jut. Ezután pedig fordít egyet a trükkös szökőkúton. A szökőkútnak van egy semleges, egy piros, meg egy zöld jelölője. Ez mindig egy-egy szerződésre mutat, vagy hát megbízásra mutat. Ha zöld megbízást teljesített a játékos, akkor plusz 2 dirhemmel lesz gazdagabb, ha piros nyílhoz tartozó megbízást, akkor 1 dirhemmel kevesebbet ér a szerződés, ha pedig szürke, akkor nem történt semmi. De mindenképpen szerződés teljesítéskor mozdul egyet a szökőkút. A játékos játékvégi pontozókhoz és különleges képességekhez kétféleképpen juthat. Egyrészt meglátogathatja egy mező meglátogatásakor, vagy nagy szerződés teljesítésekor. Amennyiben egy mező meglátogatás akkor szeretné ilyet venni, befizeti a kártya alján látható árukat, azonban, hogyha nagy szerződés teljesítésekor jut játék közbeni különleges képességhez vagy játékvégi pontozókhoz, akkor az adott kártyának az árát minden másik játékos megkapja a központi készletből. Amikor egy játékos hozzájut egy játékvégi pontozóhoz, azt a saját játékterületére teszi, és onnantól kezdve megpróbálja úgy alakítani a játékot, hogy az a feltétel minél többször teljesüljön. Amennyiben játék közbeni különleges képességhez jut a játékos, akkor azt is a játék területére teszi, és onnantól kezdve végtelenszer vagy amennyiszer mondja az adott lap, használhatja annak képességét. Bármikor ilyen kártyát venne el bármelyik játékos, azonnal egy újat csapunk fel a helyére a megfelelő húzópakliból. A játékos, ha szeretne, kis megbízást is felvehet. Abban az esetben, hogy a kis megbízást vesz föl, akkor 2-t fordít fel a húzópakli tetejéről, kiválasztja az egyiket, amit a saját játék területére tesz, a másikat vagy a tetejére, vagy pedig az aljára helyezi.
Abban az esetben, hogyha a játékosnak van kis megbízása, akkor addig nem teljesített más megbízást, amíg ezt nem teljesítette. Ez viszont nem fog számára adni sem játékvégi pontozót, sem különleges képességet, és a kút sem mozdul, viszont ezt a játékos a körében bármikor teljesítheti, ugyan kevesebb pontot ér. A játékban különleges helyszín még az átváltó helyszín, amikor értékének megfelelően tud nyersanyagokat kicserélgetni a játékos, ezen kívül megteheti, hogy a játékos eladja a nála lévő fölöslegesnek gondolt nyersanyagokat, és ezt a pénzt az azonnal könyveli játékos tábláján, amit esetleg gyenge nyersanyagok elköltésével folyamatosan bővíthet, így akár a pénztárcája elbír 6 dirhemet is. Ez tehát a Karavánszeráj című társasjáték gyors summája lényege. Kereskedésre fel! Valahányszor én arab témára gondolok, mindig egy ilyen gazdagság a képzettársításom, sivatagi sárgás színek és sok-sok minden. Ebben a játékban ezt megkapom. 6 féle nyersanyag, ezen kívül pénz, hitelezési lehetőség, körkörös mozgás, nagyon szép dekoratív szökőkút, rengeteg non-figuratív elem, úgyhogy a gazdagságérzés nagyon szépen átjön, ez prima módon kommunikálja a szerző és maga a termék is. Én kifejezetten szeretem, amikor érvényesül az öreg mechanizmus nem véd mechanizmus szabály, és a Karavánszerájban nagyon ügyesen, modern megfejtéssel van jelen a dobok lépek. A játékos a körében, ugye, mint említettem, léphet 1-2-3-at, de ha esetleg többet szeretne, akkor kockáztathat. Ékegyszerű. A gamer lelkem ki van szolgálva, aha, nem, nincs kedvem kockáztatni, nagyon szépen odaérek, útközben azt is tudom teljesíteni, és szépen megvagyok. Viszont dönthetek, hogy szerencsére bízom magam, és egy csomószor dobok 1-est. De egy csomószor dobtam már 6-ost is, és wow, mehetek bármerre, bárhova is el tudok így érni. Úgyhogy szerintem ügyesen csinálta a szerző, hogy ezt a haladást, illetve az abból származó szerencse lehetőségét a játékosra bízta. Egy csomószor dobok, egy csomószor nem, de az, hogy dobhatok, egy nagyon jó elem a játéknak. A Karavánszeráj nekem első játék alkalommal egészen más élményt adott, mint harmadjára. Elsőre nem annyira éreztem a ritmusát, nem annyira éreztem, hogy valójában mit akart tőlem, sokaltam a 6 nyersanyagot, folyton úgy éreztem, hogy le vagyok maradva, nem találtam azt segítségnek, hogy a másik ad nekem valamit, vagy hogy mint ad, nagyon komoly távolságokat éreztem, és nagyjából a harmadik játék alkalommal éreztem, hogy valójában mit szeretne tőlem ez a játék, és az abszolút érvényes, hogy elsőre nem találsz rajta fogást, későbbi játékoknál körülvonalazódik, hogy mi éri meg, mi nem, hova érdemes haladni, minek mi a jelentősége. Úgyhogy nagyon fontos, hogy játékszabályból és gyakran első játék alkalommal nem ítéljünk meg társast, de számomra is a Karavánszerájnak megérte több egyére is játék alkalmat adni, mert harmadjára bontotta ki igazán a szárnyát nálam ez a játék. Ahogy a Private Moon Studio előző játékát, a Küvét is dicsértem a termék minőségéért, a Karavánszerájnak sincs semmi miatt szégyenkezni valója. Szép a tábla, szépek az alkatrészek, én imádom, amikor a játéktábla hátoldala is ornamentikával teljes, nagyon szép nyomatot kapott, az alkatrészek jók, nagyon jól áll a szökőkúton a matrica, a termékminőség pazar, de egyetlen apróságot azért megemlítenék. A sok nyersanyagból 2, ez az arany, meg ez a barnácskás nyersanyag, a táblán színben elkülöníthető, de amint kezembe veszem emek 2 nyersanyagot, már nagyon nehezen teszek különbséget. Ez az egy apróságot lesz, amit minden elégedett vagyok, de ezt minden játék alkalommal összekeverem, vagy talán kevesebb nyersanyag, vagy esetleg alakzatban is eltérő forma hasznosabb lett volna. Számomra a Karavánszeráj egy trükkös játék, mert bár alapvetően a cserélgetést próbálja kommunikálni, de nekem ez legalább annyira egy ritmusjáték, mint kereskedelmi játék. Van pénzhasználat, van kölcsön, különféle helyszíneket próbált meg optimalizálni, de nagyon nem mindegy, hogy ki előtt érek, oda ki után, kihez képes vagyok lemaradva, illetve milyen ritmusban tudok teljesíteni bizonyos dolgokat. Amikor már tapasztalattal ültem le a játékhoz, egészen máshogy kezdtem el, rögtön máshogy vizsgáltam a pályát, és rögtön tudtam differenciálni, hogy pontosan mi érje meg mi nem, milyen ritmusban hova érjek meg, hogyan, mikor engedhetek meg magamnak kockadobást, mikor nem szabad kockát dobni, mert hogyha egyes dobok, nagyon megszívom, mert lemaradok bizonyos dolgokról. Úgyhogy szerintem a játék főszerepében nem is a cserélgetés van, sokkal inkább a ritmus. És kihangosítanám azt a megélésemet, hogy játékos számtól függően vannak bizonyos dolgok, amik nagyon megérik, és vannak dolgok, amik nem esetszerűséggel nem érik meg. Legalábbis szerintem, amikor egy nagy küldetést, egy nagy szerződést teljesítek, akkor különleges képességet mérsékelten éri meg elvenni, egyszerűen nincs időm annyira kihasználni, mert hogy a játék azt mondja, hogy 32 pontnál lezár a játék. Én egy csomószor azt éreztem, hogy nagyon gyorsan lezár a játék, és mocskosul kell figyeljem, hogy az ellenfelém, a játékostárs, hogy miben mesterkednek, le fogják pattintani a játékot, és egy csomószor nem kéri be a pénz, megvan a 32 pont, egyszer jövök.
bakker, tele vagyok nyersanyaggal, nem tudom teljesíteni, azt tudom teljesíteni, úgyhogy jobban jártam volna, hogyha nem a játék közbeni különleges képességekre adok hangsúlyt, hanem esetleg a játék végé győzelmi pontokat próbálom meg minél hamarabb begyűjteni. Ennek megfelelően a nagy győzelmi pontot adó célok sem annyira érik meg szerintem, sokkal inkább ügyesebben megéri figyelni a kevesebb effortot kérő, de nagy küldetés vagy nagy szerződés, ami rögtön győzelmi pontot is ad, nyilván a többieknek nyersanyagot, de jobb ritmust tudok használni a játékon. Mindez meg tud fordulni, hogyha ketten játszik a játékot, ott meg egészen más dolgokra érdemes figyelni, de csomószor érzek a játékban jó döntéseket és kevésbé jó döntéseket, és gyakran a játék abban áll, hogy felfedezed-e, hogy mi az adott helyzetben a jó döntés. A játéknak van egy nagyon fontos jutalmazó rendszer, amikor egy játékos nagy megbízást teljesít, értékétől függetlenül a többiek jutalmat kapnak. És azért is nagyon fontos a ritmus a játékban, mert amikor valaki a többiek előtt teljesít, ráadásul egy jó cupákos, jó sok pontot érő megbízást, akkor kiürül a limitált raktár, és a többiek, amikor nagy megbízást teljesítenek, akkor meg jutalmazzák azt, aki korábban teljesített. Ezáltal egy csomószor pont fordítva sül el számomra ez a jutalmazás rendszer, hogy nem azt segítjük, aki le van maradva, és hamarosan szerződést szeretne teljesíteni, mert tele van a raktár, és hogyha kap, akkor nem tudja hova tenni, hanem pont azt, aki ügyesebben, gyorsabban teljesített, és rögtön csőre töltjük neki a következő lépését. Úgyhogy ez a jutalmazás nagyon trükkös része a játéknak, mert érdemes arra figyelni, hogy ő hamarosan fog teljesíteni, érdemes pici üresen hagyni helyeket, hogy a másik körében kapjak, ezáltal ritmust kapjak, felszabadítsak bizonyos dolgokat. Úgyhogy a Karavánszeráj egy nagyon különleges játék. Bízom benne, hogy eme bemutató, meg eme véleményezés segít neked, hogy közelebb kerülj, hogy valójában tud-e rezgésre lenni ezzel a játékkal, de mindenképpen javaslom, hogy próbáld ki, hogyha ez a mozgás, cserélgetés, meg az egész arab hangulat vonzó számodra, mert nagyon sok különleges egyedi mechanizmus és megoldást tartogat. Nagyon szépen köszönöm ezt a társasjátékot a Private Moon Studio-nak, hogy bemutathattam nektek, és bízom benne, hogy tetszett ez a videó, ha igen, el ne felejts lájkot dobni. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó cserélgetést, megbízás teljesítést, és természetesen jó játékot. Sziasztok!